Itt a Dunapatai Sportközpontban rendezték meg június 8-án azt az országos tornászversenyt, amelyet Kovács Lászlóról neveztek el. Az úriember 1933-ban született, 94 élt, elkerült Dunapatajról testnevelő és tornaedzőként, a Spartakusz Esze tornaszakosztály alapítója, illetve nagyon nagy nevű tornászokat edzett, illetve nagyon nagy nevű edzőkkel edzett együtt, mint például Vég László, Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok edzője, Bérci István, aki jelen pillanatban versenybíróságunk elnöke, és a bíróbizottság vezetője a tornaszövetségnél. Az első alkalommal megrendezett emlékversenyre az ország távolabbi pontjairól is érkeztek versenyzők, akik három korcsoportra bontva mutatták be gyakorlataikat. 9 egyesület és 14 csapata van, tehát van, aki több csapatot is hozott. Ha a budapestieket mondom, akkor a Honvéd, a Központi Sportiskola, a TF, az UTE, a vidéket mondom legmesszebbről Győr, Dunaújváros, Kalocsa, Sziget-Szent Miklós. Ők, akik elfogadták a meghívásunkat, illetve el tudtak jönni. Ez a verseny egyben felkészülési verseny, mert jövő héten van a gyermek első osztályú kezdő és haladó versenynek a második fordulója, ez az a vidék bajnoksága is. A kalocsaiak is képviseltették tehát magukat két csapattal a rangos megmérettetésen, és mint megtudtuk, az ellenfelek sem voltak túl ismeretlenek számukra. Döntő többségével szoktunk találkozni, méghozzá országos bajnokságon. Éppen a jövő héten szombaton a gyermek kezdőkorcsoport megy az országos bajnokságra, a vidékbajnokság második fordulójára, amelyekben az országos bajnokságnak is a része, és ugyanezt megcsinálják az gyermek haladók vasárnap. Tehát akkor is megyünk velük versenyre, és ott újra, csak ott még többen lesznek, mint ahogy itt vagyunk, mert a gyermek kezdőknél is több mint 20 csapat van, a gyermek haladóknál is 15 körül van a csapatok létszám. A kalocsai gyerekek a kezdő csapatban a 6., a haladóban pedig az előkelő 2. helyen végeztek.